Hello mindenkinek, ez Alex vagyok. Folytatódik az Assassin's Creed-ezés. Ugyanúgy kalandozok, itt van velem Katalin. Hello. Úgyhogy mehet is a dolog. De mikor lett utoljára ezt népülőt? Micsoda? Mikor lett utoljára ezt népülőt? Nem tudom. Miért? Miért most azt veszek? Szóval, akkor folytatódjon a kalandozás. Ja, még te még mindig kalandozol, ugye? Tessék? Te még mindig kalandozol. Igen. Tehát ha veled beszélgetek, akkor nem sztorizok, mert akkor olvasni kéne, és akkor sok lenne a kus. Nem, én ilyenkor most csak kalandozok. Tehát úgy erősen, masszívan csak kalandozás van. Igen, most eljöttek ezek a bárbörtönök, vagy mik ezek. Mit is mondtam rá múltkor? Helyőrség, vagy Más. Erődöt mondtam. Erőd. Igen. Erődöt. De előtte még itt van egy Assassin's Creed bérgyilkos küldetés, amit el kell végezni. És nem kell, csak én szeretném elvégezni. És utána megint jönnek az erődök. Na, most amúgy hol tartasz már a játékban? Most megyek a szigetre. Szigetre. Melyikre? Örült terv. Megkérdezi, hogy... Mi? Most szavaznak a... Igennel vagy nembe. Én szép pontok el négyszög vitorlázó királyi sorhajó, amely Nassau megerősítéséhez van szükségünk. Szavazásra bocsátja, mit évő legyenek. Most foglaljuk el a hajót. Azt a nagyot, tudod? Most vagyunk ott a főhadi szálláson. Ja, az a... Amikor a sziget hátuljáról mentél, ugye? Igen, meg a mokon keresztül föl. Igen, és ott van az a... Hogy hívják? Igen, az a... Igen, kinyírta azt a kalapos hapekot, magyarán. Igen. Oké, most hát akkor képben vagyok. Igen. Ja, baszki. Hoppa. Hát eddiké lesz amúgy ingyenes a Assassin's Creed 3. Jövő egy szerdán. Igen. Ez attól. Csak 5-ét mondtál azért. Micsoda? Vagy mit mondtál, várját? Nem is 5-ét mondtál. 6-át, 8-át inkább. Akkor, amikor megjelenik a PC guru is. Igen. Igen. Azt hiszem. Nem, a szerdán le lehet ingyen tölteni. Igen. Ingyé. Ingyé. Hát mondjuk a CD Galaxisban az online ott nekik. Ott ingyenes. Ingyenes? Hülye vagy izé. CD Galaxisban ingyenes? Nem. 3000 forint. Az se sok vagyok. Meg 6000 forint, szóval azért. Az sem, azért az nem kevés. És nem is sok, 3000 forint. Bár a sima verzió, vagy a special edition? Sima. Az viszont gázul. Ó.
gyertek. De mi? Kapd el! Szar. Na. Egy újabb kocsmát sikerült felszabadítani, és tele vagyok itt most kifosztható emberekkel. Mert mindet levertem, vagy kinyírtam, leszúrtam, össze-vissza kaszaboltam. Meg most kivertem egy rakás rohadék. Még meg felfedt, meg tudtam, hogy... És már régóta tudom, csak most használtam is, hogy hogy kell védekezni, hogy lefegyverezni. Kell... Igen, hogy kell lefegyverezni. Az E és... Tehát megnyomod az E-t, elengeded és space. Tudom. Hát nem kell nyomva tartani, mert én eddig mindig ott csesztem el, hogy nyomva tartottam. Neked az E az mire vagy ráállítva, mert én nekem teljesen más. Igen, minden. Jó, én nem sokat állítgattam. Én csak a... azt hiszem a jobb oldali gombot állítottam át Shift-re. Nekem a jobb oldali gomba tüzelés. Jó, hiszem itt meg is volnék. Igen. Van még valami? Ó, van még egy assassin megbízásom, Chesky. Hol van? Nem is mutatja. Mert én megcsináltam már minden. Amikor voltál az assassinoknak a szigetén, ott keresztül mentél az egész szigeten bujkálva, vagy mentél a kis vízbe, és kikerülted az egész szigetet. És így hátul ment igazából. Tudod, csináltál egy nagy ívet, nem a parton keresztül mentél, hanem vízben mentél. Én mivel hogy a küldetés azt mondta, hogy lopakodva, tehát ne vegyenek észre, így én végig lopakodtam az egészet. De amúgy végig, amit te mondasz, az se hülyeség. Sőt, ez nekem így, ez is eszembe se jutott, hogy most így körbe is mehetnék. Bár ez egy ügyes, úgymond ez egy cheat, ha úgy vesszük. Nem nyírsz ki senkit, nem vesznek észre, de mégis megcsinálod ezt a küldit. De én, hogy is mondjam, én szeretek eleve gyilkolászni, meg megvan a maga a kihívása a játéknak, az a minimális. Én ezt a részt nagyon nehezen tudtam megcsinálni, azért is inkább megkerültem az egészet. Sokáig gondolkodtam, hogy hova. Nem tudtad megcsinálni. Hát azért kerültem inkább. Hogy lehet, hogy nem tudtad megcsinálni? Ez kicsit furcsa és meglepett, hogy nem tudtad megcsinálni. Hát se bokor, se az. Nem voltak olyan bokrok, ahol el tudtam volna bújni, és akkor oda hívom az emberkéket, mert mindenhol volt legalább kettő. És ez nem volt valami jó. Számomra. Amúgy érdemes mindegyik vitorlát megvenni, aztán valamelyiket használni. Mert úgyis akkor lesz a... milyen szép ordísz. Van itt Altai ordísz is. Hehe! Ezio ordísz. Az még nem is rossz. Elit ordísz, ami egy halálfej igazából szarvakkal. Halál hajó ordísz. Fütyülök majd, gyere már ide. Istenem, ezek a szavak. Ezt tetszik. Egy Phoenix ordiszt használok. Szegény iguána. Hát igen. De muszáj nyúzni meg ölni. Igen. Egyébként a játék nagyon ügyesen csinálja azt, hogy... Tehát a játék az első három órája legalább oktatás. És nagyon ügyesen adagolja be neked az oktatás részt. Ha megfigyeled. Igen. Hol a Phoenix Sword? Itt a Phoenix Sword, meg is nézem. De szép vagy. Nem is rossz. Megérte megvenni.
megérte az 500 rukkút. 500 reál volt csak? Aha. Olcsó is ehhez képest. Na, akkor most jön egy újabb erőd. Egyen olyan erős vagyok. Amúgy nem semmi, most a sacskára el fogok addig, arra a pontra jutni, olyan sokat dumálunk, hogy a barangolással előbbre leszek, mint a játék sztoriával. Még ez nem baj. Ó, de szép. Jók a vitorlák. Jó az a halálfej benne. Most legyen. Megérte megvenni a mozsárágyokat is. De miért ugraszt a szemét? Hú, de jó. De jó annak a szemétnek, aki meg fog döglenni. Nem tudtam átmenni egy falon között. Az már úgy azért tök jó. Oda a régi játékokért? A régi még kinyírnak. Hát szerettem őket azért, sőt. Itt mondjuk a kalandjátékokra gondolok. Hogyne. 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 Hát ugye a Tomb Raider a kedvenc, és hát ugye belenézegettem sok másfajta játékba is. Curse of Monkey Island? Ismered? Nagyon régi. Mm-hmm. Igen? Ismered? Na, az kellemes, mert azt vettem észre, nagyon kevesen ismerik. Régen, az a játék régen egy nagyon nagy játék volt, szóval annak azért van neve. Igen? Igen. Igen, ki is nyírtak? A francba, ez a rohadt erőd, ezt tud? Ezt a rohadt élet, ez mit képzel magáról ez? Na még egyszer. Most már nem hibázom. El. Játszottál is a Monkey Island egyébként? Egyszer próbáltam, eljutottam. Hát igazából két órát nyomtam, azt utána abba hagytam. Magyarul játszottál vele? Mhm. Nem tetszett? Vagy hogy? Micsoda? Nem tetszett a Monkey Island? Hát nem tudom, én hamar megúnok, ha nem találok valamilyen játékban valamilyen izgalmat. Vagy... nem látom értelmét. Most feledegesít, vagy ilyesmi, akkor jól tudom. Ja, értem. Hát, pedig manapság ilyen játékok már nem igazán készülnek, már úgy értem, hogy ilyen rajzoltak. Ilyen kicsit humorosan, de végig szórakoztatóan adja el a játékát. Igen. Hát,
mindegy. Na nem, hát nem. Megolódj tovább! Gyorsan, 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 az rabot kell venni tovább. Ú, de nagy mákom volt, végig úgy mentem végig a pályán, hogy nem tudom kézzel, hogy mely, hogy azért már háromszor szinte ülepeztem, és azért nem tapasztaltam benne. Egyébként érdekes, hogy mennyire nem vagy tapasztalt játékok terén. Hát a régi gépen miatt nem volt sok játékok kipróbálom. Mert sok mondja, hogy kipróbáljam. De régieket nem szoktál játszani? Tehát tényleg ilyen nagyon régieket. Hát mostanság nem. Régebben még nagyon... még akartam, de mostanság már nem. Én nekem is, amikor régi gépen volt, én úgy szereztem be új, úgymond régi, de mégis új játékokat, mert számomra új volt, hogy fölcsaptam a... Hoppá, különféle... izék... Na, vannak a PC Guru vagy GameStar. Rengeteg ilyen videót csinál, tehát játékteszteket csinálnak, videókat. Igen, igen, tudok, szoktam olvasni. Meg persze teszteket is írnak, de én a videókból rengeteget tudtam, úgymond, meríteni. Tehát ott abban benne voltak azok, amik kellettek, és amik az én gépemben is elmentek, és mindig volt egy kis szórakoztatásom, úgymond. Meg annak idején én sok olyan játékot játszottam, ami ilyen kalandjáték. Már annak idején, hogy is mondjam, nagyon, az ilyen kalandjátékok nagyon sokat segítenek a franc. Az ilyen kalandjátékok rengeteget segítenek a logikai készségeden. Mert a kalandjátékok is a logikát fejlesztik. De ezt nyilván tudod. Persze. Tehát én mondjuk régebben, engem is azért rengeteg játék felhúzott, tehát, mert nem értem benne sikerélményt, de nem adtam fel, nem tehát tudtam, hogy meg lehet csinálni, és egyszerűen hajtotta a kíváncsiság, és érdekelt, hogy mit tudok belőle kihozni. Hát... Meg hogy meddig tudom elvinni anélkül, hogy segítséget kellene kérnem, akár cheat, tehát végigjátszás terén, meg ilyenek. Ja. A szép volt, ba, azt a kurva. Ja, hogy ezért nem. Jó van. Ez tetszett. Hát a legrégi játékom az a Nintendo, amikor nyomtam a Nintendo a joystickkal, aztán ott repültem a kőtömbök között, meg a Mario-ztam, meg kosárlabdáztam. Akkor neked te is SNES-en kezdted, ha jól értem. Én is SNES-en kezdtem annó. Sőt, még annál is régen. Én Enterprise számítógéppel kezdtem. Van pár... Ja, értem, amiért volt olyan nehéz ezt a helyet kinyírni, mert van pár tisztjük. De... három tisztjük van. Nem is kevés. A franc. Ez az! Megöltem a piros köpenyest. Megy a sztori? Hát mondtad, hogy éljelek utol, hát most próbálok utol élni. Amúgy meg háromszor már láttam szerintem ugyanazokat, mert a végigjátásokat is szoktam nézni, hogy hogyan csinálja más, és hát ott is azért szoktam olvasni.
Ja, hát úgy te emlékezett, mi? Te így szoktál úgymond csalni, hogy olvasod a végigjátszásokat? Ez nem csalás. Hát nem, ha én egyszer már végigjátszottam, és megnézem, hogy más hogyan csinálja, az nem csalás. Ja. Elegondoltam, nem arra, hogy én előzőleg valóban kijátszottam volna, akkor végignézem a végigjátszásokat. Na, az tényleg csalás. Hát bizony, bizony. Nekem az valahogy nem jön. Én szeretek mindent magam felfedezni. Ha valamire nem jövök rá magam, akkor az úgy már elrontja az egésznek az élményét, a sikerét. Nagy muszáj végignéznem. Mondjuk van olyan játék, ahol annyira felhúzom magam, hogy egész egyszerűen muszáj, mert nem jutok tovább. És tényleg, amikor megnézem, akkor kicsit valamilyen szinten meg is könnyebbülök, mert tényleg olyan megoldást találtak, amire nem jöttem volna rá. De van, amikor tisztára hülyének érzem magam, mert ott volt az orrom előtt végig a megoldás, és nem vettem észre. Úgyhogy ez ilyen vegyes. Hova tűnt? Majd én megnézem. Találom. Ez az orosz csaj, Franci, bocsánat, ez kiidegel engem. Melyik? Az, akivel legelőször találkoztam, utána felébredtél. Itt a... mi a nevében, hogy vagy maga az ember, ahol van a... Tölt kire gondolok, nem? Na, most egy játékról beszélünk? Játékról beszélsz. Igen? Beszélek, igen. És ki idegen? A vörös hajú, rövid. Vörös hajúja. A Caroline? Caroline-ja, csak nem tudsz eszem oda. Ha, tehát az Edwardnak a csajomkor sztori visszaemlékezés van? Nem. Rendesen, amikor így bemész a Abstergo-ba, aztán itt... Ja, az jelen szálban. Jelen szájban, ja, szálban. Ja, úgy már, így már értem. Ha jelen szállt mondasz, úgy már tudom, kiről beszélsz, mert most én a történelmi, tehát a múltbeli részére gondolok ilyenkor. Jó, hát jó, valakit kiidegel, valakit nem. Ez emberfüggő igazából. Na jó. Na, egy újabb assassin. Tengerész megbízás, akkor így mondom. Na, elfoglaltam őt, erődött királyos. Na. Légy üdvözölő, jó Privateer, Britannia ismét bebizonyítja, hogy ellensége a nemzetközi szabad kereskedelemnek úgynevezett kalózvadászaik sok jó és ártatlan hajót esélyeztetnek más, ezért bűnhődniük kell. Vondd magadra a figyelmüket, majd pusztítsd el őket, te belátásod szerint. Aláírás, Miló van, de igen. Jó van, már elfogadta a megbízást. Ó, milyen jó hát festmény már. Most a jelen szában hol tartasz? Felmentem Oliverhez. Ja, igen, ott nagyon szép az a hely. Tehát tényleg maga úgy az egész jelen világ nagyon bejön, el van találva. Marhán megcsinálták, hát ez hihetetlen azért. Itt nézve, meg én legyek. Passzián azok éppen. Ki? Ja? Hát a szájbete is. Nem tudok. Valamilyen térképet nézett a csaj. Nem nézted még meg itt a izét? A titkárnait, hogy mit néz? Izért olvasgat az Assassin's Creed 4-nek a rohadt életbe? Ne! A Assassin's Creed 4-nek a könyvét olvasgatja. Ha feltöröd a gépét, akkor látni fogod. Jó, hogy ennek töröm fel a kép, a képét, majd. A franc, essen bele, kurva élet, én barom állat. Milyen menő billentyűzete van, hát olyan világító szar. Nagyon kell nekem. Valami baj van, add nekem a billentyűzetedet, igen. Menjünk el ezzel. Amit te olvastad bármelyik AC könyvet? Mindegyiket. Akkor jó, én még egyet sem. Mindegyik e-bookban volt meg. Kiolvastam. Aztán most veszem a könyvbe is. Értem.
nagyon, nagyon durvák azért. Jobban ki van dolgozva mondjuk a játékra. Rendesen elmagyarázzák, hogy mi miért történt. A játékban? Nem, a könyvben olyan dolgokat is megtudom, mert tudtam például, hogy csak így tápolt. De hogy amit a játékban nem mondtak el, azt elmondták a filmben, a könyvben? Igen. Oké. Tökölj már meg a kurva életbe és kinyírtak, bassza meg! Most neki fogok menni. Rohadt élet, nem igaz. Hogy merészelnek ezek kinyírni, nincs oda dolog ez. Ki engedte meg? Fúha, milyen jó város ez már. Mi a Kalóz Birodalom? Hát ha felfejleszt, akkor tök jó lesz. Nem, a jelenben vagyok. Ja! Kint a teraszon. Igen, az kurva szép, az nekem, azt én is elismerem, ez rohadtul jól el van találva szerintem. És... Van itt napágy is. Igen, az, hát aki gazdag, a könnyű. Nem tudok ugrani, nem tudok, picsám, mert körben jártam volna az épületet. Szóval akkor igazából az Esztergo az templomosok, nem? Igen, de természetesen nem tudtad, vagy nem is gondoltad? Vagy... Gondoltam, csak hogy milyen azért nem kérdeztem a magamtól, és milyen. Most úgy nézegettem már Esztergo, aztán... Akkor még kurva templomos vagyok, de jó! Ne jó! Nem vagy templomos, inkább szerintem egy kém vagy. Mert ha a sztori elejét megnézted, ott egy újoncnak számít az, aki megkapott. Igen. Aki megkapott egy feladatot, egy küldetést. Most ezért vagy fönt a főnöknél, és ezért mondja, hogy mit csinálj. Tehát ő, gondolom, itt embereket keresnek, akik a Desmond emlékeit, meg úgy a sok ember emlékeit ki tudják nyerni. Tehát a különféle alanyokat. Most a 17-es alanyt vizsgálod. Lényegében. Igen, azt tudtam, ezt tudod is. Tudtam. Viszont, ha megnézed a többiek gépét, én nézegettem, tehát úgy értem, hogy ott vannak, tudod, hogy amikor kilépsz, a jelenkorban vagy, akkor mindig látod, hogy ha vannak azok a szobrok. Várjál, itt fönt a izé? A ülődodájában? A géped mellett, amikor visszamész a Asterworldhoz. Ja, igen, és akkor itt másik ilyen fülkékben is tali van ilyen kis szobrokkal. Igen, és ha megfigyeled, te mindegyik, ahol más szobrok vannak, vagyis mindenki másfajta, tehát más emlékeit nézegeti. Tudom. Tehát itt erre is kíváncsi vagyok, hogy mások milyen emlékeket kaptak. És tehát itt nem csak Desmond a fő cél, meg nem csak Desmondot nézegetik. Hanem elég, de más, de ugyanúgy a kalózvilágban vannak, csak lehet, hogy mit tudom én, akikkel mi találkozunk emberkékkel. Na, akikkel mi találkozunk emberkékkel, azok, hogy is mondjam neked, azoknak is a emlékeit nézegetjük, úgymond, nájuk is vagy templomosok, és találkozik Edwarddal. Vagy mit tudom én más, csak más szemszögből kapják meg ugyanazt a történetet. De mindegyiknél ott van a Edward. Igen. Azt néztem meg, akkor itt van ilyen Assassin's Creed könyv, meg... Ja, mondjuk 4 könyv is itt van mellettünk. Igen, amúgy ott milyen spoilerek vannak már van a játék, és a spoiler... Igen, vagy is ilyen érdekes... Vagy hívják ezeket? Easter egg-ek. Ja. Kávézgatnak, kurva jó munkahelyük van ezeknek. Igen, és tudod mit sajnálok, hogy egyikükkel sem lehet interakcióval lépni, nem lehet velük beszélgetni. Ja, azért azt sajnálom én is, hogy ez úgy semmi haverkodás, csak így elmész mellettük. Igen, de ez kb. Ugyanolyan, mint amikor itt a való világban, tehát itt most a mi világról beszélek, amikor, hát hogy mondjam ezt neked? Amikor itt az emberek elmennek egymás mellett, mindenki a telefonját bámulva. Itt kb. Ugyanez, csak itt a tabletjét bámulja mindenki. Anya.
Hol a másik? Ott a másik. Ó, ez nagy volt. Nagy sokára sikerült megcsinálni. Hoppá! Megtalálta annak a fickónak, aki csinálja izét. Az a fickót, aki tudod, a kereskedővel, amikor Havannából kijöttünk. Vagy Havannába mentünk, és abban jöttünk, abban a faszival. Az van itt most éppen. Ez a kis szobrocska. Az a... Ja, aki az a játék legeslegelején, aki elvitt minket legelején, Havannába? Igen, akinek ellopták a cukrát, aztán visszaszereztük, ha is nem is igaz, nem tudom, az alanyát. Ja, akkor ha jól értem, akkor az ő sztoriát is nézi valaki, vagy játsza valaki? Igen. Na mondjuk az ő sztoriát én is megnézném. Egy ilyen kedves ilyen figurának ismerte de meg a játékos igazából. Rendesen. Most vagyunk olyan már 28 méterre van tőlünk, ahol nézik az ő emlékeiket. Emlékeit. Tök durva. Majd nézd meg a jelenbe. Nagyon durva. Ó, majd nézd, majd igen, meg fogom nézni. Csak ja, mondjuk mellé, tehát ha kimész, akkor balra vagy jobbra menjek? Kimegyek a jelenbe. Mindjárt. Megnézem, hogy merre megyek. Én gépemtől. Ah! Szembe veled. Ja! Ha vannak ilyen dobozok, és oda mész, és elfordulsz kérlek szépen jobbra, és itt a csávókám. A csávó itt. Van neki a polcán... A mindenkinek a... puska. Mi? Mindenkinek a polcán kb. Azok vannak. De ezek neki valamilyen vízipisztoly is van itt. Egyébként... Az nagyon tetszett a játékban, hogy... nagyon tetszett a játékban az, hogy... hát még mindig nem tudnak megdobni a rohadt életben el. Tehát a jelen számban mennyiféle spoilert, hogy ilyen easter egget elrejtettek a jövőbeli sztorikkal kapcsolatban. Tehát ha feltörjük ott a... akihez most voltál fent a harmadik szinten, ha feltöröd az ő gépét... Aha. Akkor... mi van? Akkor... baszki. Na, feltöröd a gépét, akkor a következő néhány évre, a legalábbis akkor, amikor kijött a játék, úgymond elmesélték azt, hogy mely következő AC játékok fognak jönni. Hogy miken dolgoznak jelen pillanatban. Tehát gyakorlatilag megosztották a játékosokkal azt, hogy mikre számíthatnak a jövőben. Játékok terén. Úrva. Megtaláltam, ki csinálja a templomos papának a emlékeit. Na? Az meg kérlek szépen 37 méterre van tőlünk. Ilyen babzsákok mellett van neki a kis irodája. Rendesen. Oké. Okay. Ezzel még biztos, hogy találtam a... Hol a miénk? Volt ott, nem? Tűnek. Itt. Nem. Úristen, rettetően el tudok keveredni. De honnan tudod azt, hogy az ő emléke? Egy összobor is van arra. Villog a bábú, ami ott van. Polcán. Ezt tegnap néztem utána. Hogy amit csinálnak itt az Asztargóban, amivel foglalkozik éppen az ember, annak a karaktere itt a polcon világít. Szóval itt villog. Aha, aztán gyert. Ezt én eddig nem figyeltem meg. Nagyon durva. Hol a izém? Picsába itt is ülnek, 43. Mindenütt ülnek, még a játék elején vagy. Ő még nem tudott senkinek a gépét feltörni, még én sem tudtam. Nem, visszapróbálok a sajátomhoz lenni, de nem találok vissza. Ezt könnyen megtalálod, csak kövesd a térképet és a PDA-dat. Igen, azt nézem. Azt, tehát... kétszem át, elhaladtam már neki szerintem. És megvan ez is, kérés. Egyébként jó, tök jó dolog így viharban kalandozni. Egy csomó jó dolgot szerzek be. Tört fel a munkaállomást. Hogyan?
Ja, most nézem fel a gépbe. Most kérte a Habeg, hogy segíts neki. Jó. Ó, megvan. Úristen, milyen monitor ez te? Kivetítő, nem is kivetítő. Azok jók. Azokat szeressük. Mundus. Mundus. Subterraneus. Jó van, már átnézegessek közben. Írkálja nekem, hogy mi a gond jelentkezőbe. Hát ne. Nem engednék körbenézni se. Na, az elfőgó hajót elfogta. Az jó amúgy. Olyan gyorsan tud utána jönni mindig, hogy ezért hihetetlen. Hát ezért tudtam jól elfogni. Az első elfogó hajó elsüllyesztve, ugye is pontosabban megszerezve. Ezt hozzá is adom Kenway flottájához. Már igaz, nem fogom tudni sose használni a rohadt Ubisoft miatt, na mindegy. Mondjuk nem rohadt a Ubisoft, már rohadt lenne, akkor az a játék se lenne. Akkor is idegesítő. Aj, micsoda halacs hajók vannak itt, bakker. Most mutatják, hogy Desmond hogyan halt meg. Igen, az jó rész. Tehát, az, tehát így magyarázatot adtak arra, hogy hogy kell, tehát, hogy mi történt Desmonddal a harmadik rész után. Ez tetszett is benne. De égési sérülések, az hogy? Na já, végigvitted a harmadik részt? Hát igen, de már végig, de már nem emlékszek rá. A végén, amikor rátette a gömb, a kezét a gömbre, az megégette. Amikor kinyitotta ezt a kulvanat kapit, nem? Nem, az utána volt, utána jelent meg a, az a csaj. Jó, akkor látok. Végig kell vinned újra a harmadik részt, nincs mese ennyi. Mi aranyos mondjam, hogy... Többi gépet is javaslom törtve. Melyik gépet? Többi gépet. De hát most mondta, hogy nem szabad. Az több mindegy, hogy nem szabad, attól még tört fel. De még nem tudok bemenni igazából. Nem minden... Nem, ott az abban a teremben, ahol bejutottál, ott három gép van, azokat tört fel. Ah. Még kijöttem onnan most szinte. Most lementem a futárcsajhoz. Ja, átadod a csomagot, de menj vissza. Ja. Javaslom, legalábbis én ezt javaslom, nem kötelező persze.
Na az, hogy nem támadhatom meg őket, meg kurvára durvák. Erősek. Hány a szintű? Baszki. ...36-os szintű hajó. Az nem semmi. Téged leszállak magasra, téged könnyen kinyírlak. Hát ha mondjuk úgy, amikor üldöztem egy hajót, az meg 60 szintű volt. Magas. Na, az durva volt, amikor megállt mellettem, és akkor így a csóka egy kis halnak tűnt a cápa mellett. Ez az, megvan! Két hajó is van, két nagy hajó. Egy elfogó hajót is elfogtam, meg egy ilyen nagy 36-os szintű hajót, angol hajó. Ez jó. Hol vagyok? És egyre jobb? Legalább a rakományba dugik veszek. Nem, holnap jó idő lesz, akkor nem tudok menni. Hova? Megyünk kirándulni. Így barátném kollégáimmal, aztán nincsen esek a bátorság, ugye azért mégiscsak. És hogyha nem lesz jó idő? Akkor is megyünk. Ja. Esőbe is megyünk, csak van, hogy nincs. Nem lesz, nincs nekem esek a bátom. Egyébként nagyon tetszik az, hogy ahogy szétlőd a hajót, vagy ahogy megcsekkázol egy hajót, így húzod magadhoz közel, látod, hogy foltok vannak a hajón, tehát a sérülés foltok. Tudod, az ágyuk miatt. Ez rohadt jó. Meg be vannak törve az ablakok, stb. Stb. Annyira átjön az egész. Hát az egész játék az nagyon jó. Igen. De tényleg mennyi idő kellett ezt mindig ledizájnolni, megcsinálni? Meg milyen tanácsokat kérhettek azért itt is? Mert tudja, hogy itt is azért tanácsadókat kértek, hogy ez így és így nézzen ki. A designerek, a Ubisoftnál azok tényleg ott vannak. Oké, már. Na jó, elég volt. Dögölj meg. Meg kell számítani. Három darab. Nem jönnek fel, hogy én vagyok. Itt bejönne a számít. Kegget. Nem! Majdnem azt akarok. Éppen, hogy csak nem lett. Írva! Thank you.
Nem igaz! Na végre! Oly, hová mégy? Milyen köszönésed? Oly, hová mégy? Könnyen őket leesni a hajóról, hogyha fönt vagy a tetején. Rettentően. Egyik, ha kicsit elnyomod a sprintet, hogy le akarsz mászni, elengeded, nem jól nyomod meg újra a kapaszkodást, és így... Hello, szia. Ki is történik. Hogy állsz anyagilag? Most értem vissza. Honnan? Jelenből. Ja? Csak 10 000 van amúgy, mert elköltöttem ruhára. Mondjuk 400 000 elköltöttél múltkor, nem? Vagy most már több mi eljársz? Nem. Ma majdnem teljesen lenulláztam magamat. Csináltál? Majdnem lenulláztam magamat. Hogy? Most úgy 10 200-nál vagyok. Ja? Ja, úgy lenullázni, jó. Hm? Nem tudtam, hogy érted. De. Vettem minden ütözéket, meg minden ilyesmit. Nem semmi ez a hadi hajó, egy rak... ahogy elsüllyed. Nagyon bejön. Na, ja? Mondj egy témát. Ha tudsz. Azon gondolkodom. Mit tegyek éppen? Mit szeretsz? Próbálgatok mindig újfajta dolgokat kitálni, mondjuk például ide az albérletben is, ide a lakásunkra. Hogy legyen valami díszítés saját közem által, de az amikor oda jutok, akkor mindig így, majd máskor. Ó, nehéz, hoppá. Igen, olyan dokumentumokat szállít, amely rossz payment, magamfajta becsületű ember, igaz üzem, dobálózva. Dokumentumok természetesen hamisak, de ennek ellenére jó néven lenni, ha megsemmisítem. Úgy vélem, hogy jó, rekkel rád visszatom el őket. Ki és ugye, aláírás. Jó. Természetesen elvállalom. Visszaszerzem neked a papírokat. Hova kell menni? Ja, hogy meg kell cselkézni a hajót, érte? Ó. Oh. Nem, először eladom az anyagot. Igen. Ja csak ennyi? Azt hittem durvább lesz. A room is csak ennyi, azt hittem több lesz. A többit nem adom el. Ez kell. A vászomból most elég sok van, nagyon helyes. Ja? Vásároljunk, csók a fejlesztő. Csillámlást. Mi van vele? Az aszték kincset keresem. Ó. Oh. Jól teszed. Most tudod, jöttem ide, aztán itt vagyok a csajjal. Igen. És mondja, hogy hát mit csináljak. Ha látom a csillamlást, akkor az már nagyon jó nekem. Ennyire izé szerint mész? Mi szerint megyek? Ennyire izé, hogy hívják? Sztori. Igen, de nem vagy ilyen magányos felfedező típus? Hát utolra akarlak élni. Utána meg már úgyis megyek erre arra.
mindjárt megmondom neked, hogy én hol járok. Hogy beéri, aztán egyszerre haladjunk majd tovább. Hát ott vagy a Assassin szigetet, már elhagytad az Assassin szigetet, nem? De úgy értem, a szekvencia. Hoppá, ott van kettő is, majd ezt éli. De várjál, hát ott van egy kincsisgárd. Habot eszel? Aha. Hát a banán, na banán. Kesz népüléhez az jár. Az az illik. Önmagában is megszoktad? Igen, úgyis finom. Na, én a négyedik szekvenciát csináltam meg eddig teljes 100%. De mind a négy szekvenciát csináltam meg 100%-ban. Ugye, ahogy van, cakumpak. Templomos vadászat 50%-nál jár, assassini megbízások 30, tengerészeti megbízások 33, stb. Stb. Van itt rengeteg gyűjtögethető tudsz. Lehet megyek most a majákhoz. Megkeresem ezt az izét. Ezt a kulcsot aztán fölöltözök ilyen ruhába. Majd a ruhába? Hm? Te leszel ma jó a méhecske? Az így van. Jó, az is. Milyen hülye, ez egy mese az is. Meg a Dóra a felfedező. Hát nem tudom, ki találta ki, de... Kicsoda? Dóra a felfedező, gondolod, de van olyan is gyerekeknek. Hogy így vegy a kis karakter, és akkor így lát mondjuk egy vizesést, és akkor így kérdezi a vizet, hogy hát most mit látunk, és akkor 10 perc csönd. És mit mond, várjál? Vizesést, jaj de jó! Ilyenek vannak ebben a mesében. Ez idei mese, amúgy. Ezen nőnek fel a mostani gyerekek. Hát igen, mi legalább még annó Mici Mackó meg ilyeneken nőttünk fel, meg Csipet csapat. Annak legalább még volt is értelme. Az volt a legjobb. Milyen kis. Az volt a legjobb. Igen. Meg a Scooby-Doo. Azokat én mondjuk valamiért nem néztem, az nekem az valahogy kimaradt. A filmeket láttam, azok jók voltak, de maga úgy a Scooby, tehát a maga a rajzműsorozat, az nekem kimaradt. Meg nem mondom miért, de kimaradt. Jók voltak azért, hogy ez sok. Néhányat láttam, de igazából annyira nem kötött le, pedig ez egy nyomozós cucc, de azért én nem lennék jó. Nem lennék jó nyomozó. Mondjuk, ami a letaladát mese. Akkor miért nézted? Mert még akkoriban nem tudtam, hogy milyen letaladát. És meg ma aztán rájöttem, hogy bassza meg, én ezt néztem. Hát igen. Még régebben tudod, vicces volt egy gyereknek. Hát persze. Gyereknek sok minden vicces, nem tudtad. Ez... Igen. Ó, de most már... Anyám, ahogy lefejeltél. A kurva. Na, gyere visz. Gyere ide. Lesz. Az meg, takarodj már. Na, passzus, hogy kezdtek felhúzni. Thank you.
Olyan stratégiai játékokkal játszottál régebben? Hero-val például, az is. Age of Empire? Volt az is ilyen. XCOM? Nem. Azt a éppen, hogy túlélte? Azt a kurva! Júj! Ez nagyon durva volt. Ez nagyon meg volt. De ez megint egy... bebizonyosodott az, hogy mennyire rohadtul könnyű leesni a hajóról, mert leestem. Én meg nem fát másztam, hanem mellé másztam, és leugrottam a sikára, és így széttört a fejem. És hát szerintem. Igen, látod, ebbe se rakták bele az ilyen durvá dolgokat. Az elég 18-as karika, hogy itt ki lehet írni mindenkit, meg vér van benne. És akkor így leesni a hegyről. Hát igen, ott már nem csak... Szétlocsanna az agyad a izékkőben. Igen, aztán meg a hullámok elvinnék a... Az elég horrorisztikus is lenne. Azt jönne a zene. Igen. Én a tenék ringálti a hullámot, az... tengervize.